Július derekán befejeződött a stratégia tervezett közvitája. A közvéleményt leginkább az a rendelkezés foglalkoztatta, mely szerint valamennyi sajtóorgánumot privatizálni kell. A minisztertől megkérdeztük, van-e esély arra, hogy ez alól kivételt képezzenek a magyar nyelven is műsort készítő médiumok? Nie jedino vlastništvo, 100% vlastništvo. A 100%-os magántulajdont semmiképpen sem tartjuk egyetlen megoldásnak. Megértem az egyes helyi önkormányzatok és kisebbségi közösségek aggodalmát, de nem értem, miért várja valaki, hogy az állam szerkeszte például a film vagy a zenei műsort. Márkovics miniszternek Újvidéken Milorad Gyuris titkár tolmácsolta a vajdasági kormány megjegyzéseit, de ezekről még nem tárgyaltak részletesen. Fontosnak tartom, hogy a minisztériumhoz megérkezett a szakma azon álláspontja is, mely szerint az államnak ki kell vonulnia a médiumokból. Az Európai Uniónak a kisebbségi tájékoztatásról nincs kialakult mércéje. E kérdésben közömbös, és azt fogja elfogadni, amiben mi egymás között megegyezünk. A Magyar Nemzeti Tanács is elküldte a stratégiát kidolgozó munkacsoporthoz észrevételeit. A nyár végére várható a dokumentum végleges szövegének kidolgozása. A stratégia elfogadása után 18 hónapon belül pedig módosítanák az idevágó törvényeket.